Somosi Rita művészettörténész itt van mellettem. Szia, Rita! Jó estét! Mondanám, hogy nem érkeztél egyedül, mert hogy egy ilyen nagyon szép kis szalag, illetve rögtön kettő van a kezemben. Óvatosan mutatom, várjál az árát, letakarom, hogy ne legyen ebből probléma. Egyébként egy mozi egy árával vetekszik, ezt hoztad a nézőknek ajándékba. Igen, a szervezők jó voltából. Ma a múzeumok éjszakájáról szeretnék mesélni, illetve a múzeum éjszakájának a programjait szeretném így a nézők figyelmébe ajánlani. Ez minden évben az évnek a legrövidebb éjszakáján kerül megrendezésre, a Szent Iván éhez kötődően, és Budapesten most 12. alkalommal rendezik meg, vidéken pedig 10. alkalommal a múzeumok éjszakáját. Az ország összes múzeum nyitva áll ilyenkor az érdeklődők előtt? Nem az összes, de nagyon-nagyon sok résztvevő intézmény van. Idén 432 intézmény vesz ország szerte részt ebben a programsorozatban, és több mint 4000 programmal várják így a látogatókat. Budapest mellett van néhány kiemelt város, Debrecen, Miskolc, és ezekhez a városokhoz, illetve Budapesthez is az eljutást például a Mávstart támogatja 50%-os kedvezménnyel, aki vesz ilyen jegyet. És hogy ezt az a néző kapja meg, aki arra a kérdésre válaszol. Az előbb már ugyan elmondtad ezt a számot, de azért kérdezd meg a nézőket is, hát ha emlékeznek rá, illetve hogy milyen weboldalon tudják megnézni a megfejtést. A kérdés, amivel ezt a páros belépőt meg lehet nyerni, hogy országszerte hány múzeum vagy intézmény vesz részt ebben a múzeum éjszakája programsorozatban? Igen, itt azért tudnánk segíteni, 4-essel kezdődik, 2 szám van utána, 1-jel kevesebb. Talán ez segítség volt, és milyen weboldalon tudják ezt megnézni, ha ez mégsem volt elég segítség? A www.muzei.hu, tehát muzei.hu, és ezt nagyon ajánlom mindenkinek a figyelmébe, mert amellett, hogy van egy nyomtatott programfüzet, amiből hoztam párat a nézőknek is, ebbe intézményekként lebontva vannak benne a programok, amellett a muzei.hu például tematika vagy időpont alapján lehet az embernek keresni ilyen programot. Ahogy ezt mondjuk így el kell képzelni, hogy a normál nyitvatartás mellett még hajnali 2-ig nyitva van a legtöbb intézmény, és különböző programokkal, koncertekkel, tárlatvezetéssel, kézműves foglalkozással várják így a látogatókat. Ezzel is egy kicsit ilyen kedvet csinálva, hogy máskor is ellátogassanak az adott intézménybe. Számomra egyébként direkt szimpatikus, hogy nem csak kiállítás lehet mondjuk megtekinteni, hanem interaktív programokkal is várják. Gondolom elsősorban nem csak a felnőtteket, bár hajnali 2-ig lehet, hogy nincsenek fönn a pici gyerekek, de azért gondoltak rájuk. Igen, tehát aki azt gondolja, hogy a múzeumok éjszakája csak a felnőtteknek szól, az nagyon téved, mert számtalan gyerekprogram van, és aki megveszi, a gyerekeknek is van külön karszalag, bár 6 éves korig ingyenes az összes program. Például a cirkuszban, a fővárosi nagy cirkuszban van egész este előadás, és például a tapasztalatból tudom, hogy tavaly például sokkal inkább felnőttekkel volt tele a cirkusz, akik így nosztalgiáztak, hogy a gyerekkoruk emlékeit idézték fel. De ugyanígy a Vidám Park helyén létesült Hol nem volt parkba is el lehet menni, vagy hogyha a Ligetnél maradunk, akkor a közlekedési múzeumban. De nagyon ajánlom például a nézők figyelmébe az Álomautó Múzeumot, ami kicsit kijebb van Budafokon, de nagyon nagy élmény. Itt ilyen retro autókat lehet megnézni? Igen, régi autókat. Kipróbálni? Egy körre? Hát azt nem, de be lehet ülni, és lehet velük fényképezkedni, vagy a rendőrmúzeum, ahol be is lehet ülni egy-egy autóba, meg van lovas bemutató, kutyás bemutató. Azt gondolom, hogy ezek mind nagyon nagy élmények itt gyerekeknek. Mit javasolnál egyébként családoknak, vagy akár egyéni látogatóknak, hogy válasszanak 4000 programból? Van erre valami szűrés, vagy válasszanak az szerint, hogy mi van hozzájuk közel, és minél többet meg tudjanak nézni? Témakörökre le van ez egyébként osztva a weboldalon? Igen, le van, hogy ki az, aki mondjuk inkább előadást keres, vagy gasztronómia érdekli, vagy gyerekprogramot keres, vagy felolvasó estet. Tehát pont a honlapon nagyon jól rá lehet keresni, illetve azt gondolom, hogy egy ilyen rendezvény arra is nagyon jó, hogy az ember olyan helyekre is eljusson, amik általában mondjuk nem látogathatóak. Például a Magyar Nemzeti Banknak az épületébe is be lehet menni, és még a jegybankelnök dolgozó szobáját is meg lehet nézni. Tehát, hogy vannak olyan programok,
amik csak ezen az esten, illetve olyan helyek is kinyitnak, amik alapvetően nem látogathatóak. Én azt gondolom, hogy érdemes úgy válogatni, hogy nagyjából az egymáshoz közeleső intézményeket végiglátogatni, és akkor utána menni tovább a következő helyszínre. Egyébként például a fővárosba a BKV járatain is ingyen lehet menni ezekkel a karszalagokkal, de gondolom, hogy más városban is vannak ilyen kedvezmények, illetve vannak múzeumbuszok is a fővárosban, amik a különböző helyek között szállítják az érdeklődőket, és azt gondolom, hogy egy-egy ilyen csomópontot, hogyha az ember kiválaszt, akkor utána már elég jól lehet tájékozódni egy körön belül, illetve nem is veszíti el az ember az idejét a közlekedéssel, mert mondhatjuk azt, hogy egy éjszaka az nagyon hosszú, de mondjuk hajnali kettőkor bezárnak azért az intézmények, és hogyha még valaki 6-kor vagy 8-kor el is indul, azért, hogyha sok mindent szeretne megnézni, akkor igencsak kevés ez az idő. Hát vagy rohannia kell, vagy pedig tényleg azt a néhányat kiválasztani, ami mindenképpen őt érdekli. Csak hogy lássunk tisztán, és jól mondtam-e, vagy jól mondom-e, egyetlen gyakorlatilag mozi egy áráért ingyen utazik a BKV-n, azokba a múzeumokba ingyen megy be, és a vonatjegyek árából is kedvezményt kap, hogyha vidéki múzeumot szeretne meglátogatni, ugye? Vagy a fővárosban jönni. Igen, igen, ez pontosan így van. Azt gondolom, hogy ezt abszolút érdemes ezt mindenképpen kihasználni, és aki például nem klasszikus múzeumi vagy művészeti élményekre vágyik, annak vannak olyan intézmények is, vagy helyszínek, mint az Országos Meteorológiai Intézet, ahova szintén be lehet menni, és mesélnek a működésükről, vagy a katasztrófa védelemnek a központi múzeuma, vagy a budavári labirintus. Tehát azt gondolom, hogy sok oldalról meg lehet közelíteni, hogy egy kis művészet, egy kis egyéb, egy kis gyerekprogram. Kézművesség, divat bemutató. Igen, például vannak tematikus estek is, az Aquincumi Múzeumban görög estet rendeznek, az Iparművészeti Múzeumban számtalan koncert mellett lesz kézműves vásár. Azt gondolom, hogy mindenki megtalálja így a saját érdeklődésének megfelelő programot. A Bajor Gizé Színész Múzeumban például lesz a divák este, ahol a nőkre koncentrálnak, és ami fontos, hogy ezzel nem csak az állandó kiállításokat, hanem az időszaki kiállításokat is meg lehet nézni, ami mondjuk egy nagyobb múzeumban, mint a Szép Művészeti Múzeum, vagy a Nemzeti Galéria, igencsak komoly tétel lehet mondjuk egy család számára. Ez az előnye is megvan. Amellett vannak különleges tárlatvezetések, amellett, hogy művészettörténészek, kurátorok vezetnek, például a Ludwig Múzeumban, a Hantai kiállításon például Lakatos Márk vezeti a közönséget. Tehát egy kis más szempont is előkerül ezen az estén. Én egy picit puskázok, mert számok terén nem vagyok túl jó. 356.529-en tekintették meg tavaly a múzeumokat, illetve ezeket a kiállításokat. Ez évről évre nő ez a szám, vagy nagyjából stagnál, külföldiek is egyre inkább ide szoknak, úgymond erre az éjszakára, hogy ennyi látványosságot megnézhessenek, azt illetve gondolom, bemehessenek a múzeumokba, vagy inkább a magyarokra jellemző, hogy ezt igénybe veszik. Azt gondolom, hogy itthon, aki itt van, az abszolút tud már róla, és beépült a köztudatba ez a rendezvény, és évről évre nő a látogatottság, de ezt nem csak nálunk rendezik meg ezt a múzeumok éjszakáját, hanem a nyugati országok többségében, gondolom keletre is. De azt nem tudod, hogy ugyanerre a napra esik? Vagy nem ugyanerre a napra. Gondolom, hogy azért igen, tematikusan ez változik országonként. Úgyhogy esetleg, hogyha valakit érdekel, akkor nyilván külföld felé is elindulhat, és utána nézhet, hogy ott hol van ilyen múzeumok éjszakája, és ez nagyon jó program lehet, hogy Európa városait így bejárni, és szétnézni. Mi az, ami annyira egyedi, hogy mondjuk az a múzeum, vagy az a kiállítás csak ezen az éjszakán látható? Van olyan? Mivel rengeteg programban biztos, hogy van olyan. Igen, most azért így feladtam a leckét ezzel, mert 4000 programból gyorsan mondnak, hogy van-e olyan, ami egyedi, az picit nehéz. Igen, tehát csak a budapesti programok is egyszerűen annyira gazdag, hogy nehéz egy-egy ilyen speciális eseményt így kiszűrni, de azt gondolom, hogy mindenki fog ilyet találni, ahova egyébként nem tud bejutni, és abszolút érdemes elmenni és megkeresni ezeket.
Még egy dolog eszembe jutott, nem tudom, hogy nyilván bejelentkezni előre nem kell, illetve nem kell regisztrálni. Ahol mondjuk rettenetesen sokan vannak és sorellás van, ott mi a helyzet? Inkább menjünk át akkor másik helyre, vagy várjunk érdemese, mert pont azt szeretnénk akkor mi is látni, illetve azt akarjuk, hogy olyan helyre menjünk, ami mindenkit érdekel és mindenki látta. Hát én is tapasztaltam, hogy vannak olyan intézmények, főleg, hogyha mondjuk egy ilyen sztár kiállítás van, például a Szépművészeti Múzeumban, ahol nagyon nagy sorállás lehet. Igazából, amíg az ember megveszi a karszalagot, tehát az első helyen van inkább sorállás, az talán érdemesebb, kicsit kiesőbb intézményeknél megvenni, akkor ezt a sorállást el lehet kerülni, de utána, ha már megvan az embernek a karszalagja, akkor már viszonylag gyorsan. Tehát van külön egy olyan sor, vagy legalábbis eddig volt, ahol azoknak be lehet menni, akiknek már megvan a karszalagjuk. De nyilván egy-két kiemelt helyszínen biztos, hogy emellett is lesz némi várakozás, de az esetek többségében meg mondjuk olyan 9-10 óra után ez már nagyon fokozatosan csökken, és egyre szellősebb, egyre jobban látogathatóak lesznek a helyszínek. Már csak egy dolgot kérek tőled, hogy a jegyek biztosan nem maradjanak nálunk, bár én is nagyon szívesen elmegyek erre a múzeumok éjszakájára, ha úgy adódik, de azért a nézőknek hadd legyen esélye ezt megnyerni. Még egyszer, mi a kérdésed ezzel kapcsolatban? A kérdés az volt, hogy hány intézmény vesz részt országosan ebben a Múzeumok Éjszakája program sorozatban? És ezt a muzei.hu weboldalon meg lehet nézni. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Én is köszönöm.